Mint a Sarantoni Elmegyógyintézet igazgatója. Igazgatója. Üdvözlöm Önöket. Ez itt betegeink fürdőszalon. Az itt időző Dösszág urat illeti a hála, hogy betegeink épülésére és szórakoztatására egy drámát kieszelte és betanította, és ez most a bemutató előtti próba. Figyelmüket köszönettel fogadjuk. Mert bár mindenki úgy játszik, ahogy tud, színpadi rutinra nem tettek szert mégsem, csupán itt, az intézet keverében.
Mint modern és felvilágosult emberek azon vagyunk, hogy nálunk ma már a beteg ne érezze a tévhojdában itt az erőszak megnyilvánulásait, hanem a művészetet és önképzést gyakorolja, azon alapelveket igazolva, amelyeket örökre leszögeztünk már korábban az emberi jogok dekrétumában. A darabot, melynek rendezője is Alphon de Sadour, fürdőtermünkben adjuk elő tanulságul, és mellesleg nem is zavarnak eme események között a testápoláshoz szükséges eszközök. Sőt, a színpad kép így hűlje... A színpadkép így hű és világos a Sadour kieszelte dramaturgiához. Hiszen darabunk tulajdonképpeni tárgya Jean-Paul Marat utolsó órája. Akkor, mint tudjuk, egy kádban tartózkodott épp. Innét pillantotta meg a reál eső Sherlock Holmes. Férfiúban felismerhetik Marat, akit épp öblébe fogadott Emeka. Már benne jár az 50-edikben, a fején borogatás, ezüttel. A bőre gyulladt, sárga és tüzel, valami kiütés torzította el. A hideg víz, amiben ül, lázára szolgál enyhületünk. E szerepre az igazgatóság olyas valakit szánt ki betegeink közül, a leginkább várhatja, hogy a vízterápiától jobban gyógyulhat meg, mint akármi más. A hölgy, aki föléje görnyes, aki hozzányúlhat, mert rá sose förmed, az a hölgy nem Cordé, hanem Simon Evrár. Egy életet töltött együtt a pár, méghozzá a templomi ceremóniával sem törődtek, házasságot csak úgy szabad ég alatt kötöttek. Itt látható Cordé, a történelem színpadán, KM-ban született, vidéki nemeslány, csinosan öltözik, lábán divatos cipő, és amit épp most megköt, az egy vádkendő. Minden reményünk az maradt, hogy észben tartja, mi a feladat. Sejem nadrágban és risporos farókadíszben Düperri úr ezitten. A fellép mindig jobb tónust vegyi finomszagú szája a forradalom zűrzavarába. Vérbeli zsirondista, persze nem hagyta ki őt sem a Marat-féle fekete lista. Egyébként Derűs úr és kit sem zavar, s a szíve mélyén csak jót akar. Radikális eszményért internálták intézetünkbe azt a szerzetest a háttérben. Nagy a bűne. Szerep szerint ő Jacques Roux. Igaz forradalmár, Marat-fiú. A cenzúra sajnos gyanúperrel élt és megnyírválta jól a szövegét, mert hangnemét tekintve a mai rend űrei szerint túl messzire ment. Tisztelt közönség! Különböző osztályok keveréke. Mint itt az előadás színpadi népe. Nézzük például azt a négyet. Itt fogták őket is gyógykúra véget, országutak is lebújok színfala számukra immár elveszett, e kiváló művészek most csak itt zengenek. Kokoriku! Popo! És Koko! És Rozi ott az egykori locsó. Nézzük most a kis és sápadt urat, kire a rossz hír csillana meg sugara. Sok meghurcoltatás és vizsgálat után ide került intézetünkbe 5 éve tár.
Döszád úr, ő az egykori Márki. Itt felügyele zseniális darabnál, mit ő talált ki. Félreismert és elégetett műveket írt remekbe, és ezek miatt internálták évtizedekre. Most már végére jár egy kurta introdukció, és kezdődik is a produkció. Önök ma láthatják 1808. július 13-án, hogy 15 éve mind borult örökéi árny amarra ott a kádban, s hogy dőlt sebéből a vér sugárban, miután ez itt, jól megfontolván előre, frissen vásárolt főrét beledöfte. Halál elmagasztalása! Négy évvel az óta már is, hogy kiállt végzett ki pár is, megcsináltuk a forradalmat, mi a vírunk jól a falkal. Öröm a hasa, a rómokat, takarodjon, nem tomogol a fal. Ő a forradalomra vágyott, mint ha álmod úr a mások, ő a tűzen első hőse és Napóleon kérsége. Gondoljanak a rómúra, ősz melléjük a spekulánsokat. Jön a forradalom, mere! Nem akarjuk a sírünket átni! Nem azt szeretnénk, még nem a szabály! Erre az acskot agassza már! Megkoronázunk most Marellonval, mivel hogy nincs babérunk, mert akadémikusok, hadvezérek és hercegek tökfejére elpocsékoltuk. Ilyen mára képvisel a honigét, már csak benned bízik ez a nő. Mára! Mára, papácskák, el ne bontsak koronban. Kezdetén utat nyitunk ennyi nyugtalanságnak. Csillapítsa őket, arra kérem. Végül is más időket élünk, mint akkoriban. És inkább arra kellene törekednünk, hogy a rég legyőzött visszásságokat egy kissé tisztább fénybe állítsuk. Thank you.
Lázai és Álmai ködében látják Marát, a népfiát ott középen. Látják, ahogy görcsösen forgatja a tollat. Az utcai lármázók éppen másfelé hatoltak. Szeme a térképen, rátapad a francia földre. Miközben önök arra várnak, hogy ez a lány őt megölje. Bocsásd meg, hogy életemről engedelmed nélkül rendelkeztem. Sok ártatlan áldozatért állottam bosszút. Midőn veled el akartam hitetni, hogy Angolországba megyek, reménylettem, hogy ismeretlen maradok. De beláttam, hogy ez lehetetlen. Remélem, hogy téged nem fognak zaklatni. Minden esetre lesznek védőid Kárimban. Isten veled, kedves apám, apám. Kérlek, feledj el, vagy örvend sorsomnak. Az ügy maga szép. Csókolom testvéremet, kit teljes szívemből szeretek. Ne feledd Kornélynek ezt a sorát. A vétek gyalázat, és nem a vérpad. Szegény Mara a kádban, méreggel átitatva. Orvul mérget okátsz. Megmérgezed az embereket, fosztogatásra és gyilkolásra uszítva őket. Mara, én jöttem ide. Én Kordé Sarolta Kaenból. Eljöttem. Elsőnek jöttem Mara. Azt hittük mindketten, az lesz jó, mit ő tanított, a nagy Russzó. Mindketten vártuk a változást, de én mást és te megint csak mást. A szó ugyanaz, szép és szabad, de mást jelölnek eszen szavak. Az én utamon él a nép, míg hull a hegyen, mit lát a tiéd. Azt mondtad, szűnjön a földi kín, de eszközöd erre a guillotin. Mindketten vágytuk az újulást, de én mást és te megint csak mást. Ma már tudom, hogy ránk mi vár, s hogy testvériséget kész halál. Megöllek ezért, itt te kés, s elpusztul veled majd a kínszenvedés. Simon! Simon, önts hideg vizet a kádba, adj friss borogatást a fejemre. Ó, ez a viszketés már elviselhetetlen. Zsampol, ne vakarodsz, itt szétmarcangolod a bőröd. Hagyd az írás, Zsampol, nem vezet semmi jóra. A kiáltványom július 14-ére a francia néphez. Zsampol, kíméld magad, a víz már egészen vörös. Mi ez a kád, tele vérrel, a vér ellenében, ami kifolyik majd. Egykor azt hittük, pár száz halott elég lesz. 1791. július 17-e, Sándümárci sortűz, 300 halott. Aztán láttuk, a sok ezer is kevés. 1792. augusztus 10-e, 800 svájci testőr és neves felkoncolása, 2 óra alatt a Tüllériánkban. Megszámlálhatatlan már a hullat! 1792. szeptember 2-a, reggeltől estig a megöltöztöttek lemészárlása, összesen 1400 áldozat, ebből 500 pap. Mindenütt, épp meg ott, a falak mögött, bazásokon, pincékbe bújva. Csupa képmutató! A mi sapkánkat nyomják fejükbe, de királyi címert is ennek indjuk alatt! Velünk tartanak! De ha látom egy üzletfogtogatást, kiáltozni kezdenek!
Bitango! Föltárpazza a csőcselét! Simon! Ég a fejem, nem kapok már levegőt! Simon! Bennem kiáltanak! Én vagyok a forradalom! Azért jöttem, hogy már a polgártársal beszélek. Fontos közölni valóim vannak Kálról, a szülővárosomról, hol egybegyűltek az összeesküvők. Nincs szükségünk látogatókra, nyugalmat akarunk! Akinek Marát számára közlendője van, írja meg levélben! Nem írhatom! Meg amit... Amit mondani akarok, előtte kell állnom, és látni akarom őt. Látni akarom reszketését és a merejtéket homlokát, és a bordáj közé akarom döpni a törzs, amit a melkendőmben őrizgetek. Két kézzel markolom meg a törzs, testébe vágom, úgy akarom hallani, mit válaszol. Még ne kordul. Három ízzel jössz ajtaja elé. Sármot Kordé Párizsba érkezik. Dal és pantomi. Sárlokodé, városunkba ír, ablakunkba lentek színes lobogók. A sok nép a utcán el sem bír, a sok ember el sem bír. Sárlokodé, még lesetünk, várhoz ellen már fogunk már. Nyári reggel szórt a fény sugarán, nyári fénynek még talán. Sárga kordé, hely, mit kereső? Kertze, füze, kárca! Észszelence, szifiliszre, ópsze! Kék, gumicső, mennyiárus és evő! Szajnához érve egy késes előtt, lába gyökerek vert az út körén. Húgyorogva nézte a fényben a tő, ábrakkal nézte a tő. Ezt kinek szánod von, kisanyám? Kérdezi a késes, áldozva a kés. Mosolyogva nyújtja a pénzt alá, mosolyogva a pénzt ad alá. Charlotte Kordé egy maga ment a nép közt, ment az ellen. A karban pár madár darul, néhány rózsát is szak. Virág illat, mit is fél, hogy válthatja a vér! Nem az eső, és nem a ködök párája ez. Valami meleg és sűrű kigőzölgés. Akár a vágóhidakon. Mit tudjam, hogy így? Mit ránt cigálnak maguk után?
Mit hordoznak a lándzsák fogolnak? Mire fográlnak? Mire táncolnak? Miféle nevetés rázza őket úgy? Minek tapsolnak? Mit sivalkodnak a gyerekek? Miféle rakás az, amiért úgy gyülekednek? Miféle város az, ahol a mesztelen test az utcán hever? Miféle arcok? Nem sokára körém nyomulnak ezek az arcok. Csupa szem és csupa száj, és engem követelnek. És a paciens egy gyógyulását sem mozdít elő. Sőt, felesleges lesz a magatokon! Végül is a közönséget azért hívtuk ide, hogy megmutassuk. Mi nem csak a társadalom söpredékének adunk itt belelét. Csak azt mutatjuk meg, ami a város falain belül ekkor lejátszódott kétségtelenül. Hadd nézzük végig nyugodtan együtt. Hisz akkori tetteinket most mélyen megvetjük. Mivel sokkal okosabbak vagyunk azoknál, akiknek ideje örökre letűnt már. A bámulatos szépségű Judit, kinek szépségét az Úr azért ajándékozta, hogy megszabadítsa Izraelt, kiméne a városból. Hogy megszabadítsa Izraelt, kiméne a városból. Úgy állok majd én is ott, ha minden elvégeztetek. Olvastam, halhatatlan írásaid egyikében szád, hogy minden élő principiuma a halál. És ez a halál csak a fantáziánkban létezik. Csak mi képzeljük el magunknak. A természet nem ismeri. Minden halál, még a legiszonytatóbb is, beleolvad a természet tökéletes közönyébe. Csak mi tulajdonítunk értéket életünknek. A természet némán végignézné, ha egész fajunkat hirtelen. Én gyűlölöm a természetet, és le akarom küzdeni. Legyőzni saját fegyvereivel, önnön csapdájába fogva. Ó, szent mozgások! Ó, lázas érzékletek! Ez az, amivel a természet kínál minket. Adjuk fel szellemünk, engedjük át magunkat minden ellenkezés nélkül erőszakuknak. Nincs más törvény, csupán a fény törvényei. Vágyainkat csak így elégíthetni ki, bármi rendellenes, amire szervünk csak. Sosem helyén való a lelki furdalás itt. Tedd félre a morál! Ne hüvelyezd a törvényt! Az eltévejedést kövessük nyíltan. Önként. Ez a mozdulatlan szemlélődés, ez a jégarc a természeté, melyet semmi meg nem rendít, azzal, hogy tűri mindezt, bennünket mind nagyobb teljesítményekre így ösztönöz. Mit el nem követtünk ős idők óta, hogy teljesítsük alaptörvényét? Mely így szól, legyen a gyenge az erősnek, kénye kedvére kiszolgáltatott. És mind kísérleteztünk a laboratóriumokban, mielőtt a végső eszközökhöz nyúltunk. A Marseille ügy, június 27.
Reggel 10 óra felé Szád Inasával együtt behatol Mariette Borelli 23 éves lakásába. A madám és a másik három lány már várja őket. Juliet 20 éves, Rose ugyanannyi és Maria 18 éves. A kicsapongó jelenetek 6 személlyel változó szereposztásban a következő sorrendben követték egymást. Szád, Marian, Inas, Szád, Marian, Szád, Juliet, Inas, Szád, Rose, Inas, Szád, Marian, Inas, Szád, Juliet, Inas. Történtek. Kiszabott és kapott ostorozás, a lányok megkötözése és meghágása, mindenfajta perverzió, exhibíció, stb. Másrészt Maria megkóstolja a mérgező álmizsos körisbogarat, amivel Szád megkínálja. És miután megeteti vele a cukorkatart vegész tartalmát, a Márki élvez vele, természetes pozícióban, de megkötözve őt. Így kísérleteztünk a laboratóriumokban. Hadd emlékeztesselek Damienre, az ő kivégzésére, miután merénylete meghiúsult a megboldogult 15. Lajos ellen. Mi gyengéd a mi bárdunk a kínokhoz képest, melyeket el kellett viselnie 4 órán át, miközben ujjongott a nép, és miközben az ablak mögött kaszanova, bámészkodó hölgye szoknyája alá nyúlkált. Felmetszették mellét karját, combját. Olvasztott olmot csurgat a sebeibe. Leöntötték forró olajjal, lobogó kátránnyal, viasszal és kénnel. Kezét leégették, kötelet kötöttek végtagjaira, és a négy felől befogott lovakat megostorozták. Teljes óráig rángatták a lovak, nem szokván így feladathoz. De még mindig úgy volt egészben, míg nem vállánál és csípőjénél bekűrészelték. Így húzta le egyik karja, majd a másik, és ő végignézte, hogy mit művelnek vele, és odafordult hozzánk, és meg is szólalt, megértetve magát, és mikor egyik majd másik lábát is kitépték, még mindig élt, már gyengült a hangja, és végül már csak egy imbolygó fejű véres csonk maradt, de még mindig köszörgött, és rámerett a feszületre, amit elébe tartott a gyóntató agy. Ez népünnepély volt. Hol vannak ettől a mai népünnepélyek? Örömtelen már a mi inkvizíciónk. Noha csak most fogtunk hozzá. A mi öldöklésünkben már nincs lobogás. Szenvedély nélkül ítélkezünk. Nincs már szép, személyre szóló halál. Ami maradt, az valami névtelen és értéktelen elhullás csupán. Ott ülsz és ültél tanácsainkban. Ott voltál az őszi rohamnál. De még mindig a régi értelmiségi beszél belőled. Amit a természet egyedülségének nevezel, az a te közönyöd. Az együttérzés a kiváltságosok tulajdonsága. Mikor az együttérző lehajol, hogy alamizsnát adjon, egész lénye csupa megvetés. Nem maradsz. Hagyjuk a kicsinyes érzelmeket. Másról van szó, nála tudom. Te is, akár csak én, a végletek embere vagy. Nem! A végleteim akkor is mások, mint a tiéd. A természet némasága ellenében én a tetteket szegezem. E roppant közönyben értelmet találok. A mozdulatlan szemlélődés helyett én közben is avatkozok. Én bizonyos dolgokról kimondom, hogy hamisak. És dolgozom azért, hogy megváltozzanak és megjavuljanak. Azon múlik minden, hogy képesek vagyunk-e saját hajunkra fogva fölemelni magunkat. Hogy kivetkőzünk végre önmagunkból. Hogy mindenre kis szemünk legyen. Hogy is mondja a nóta? Uralkodók, jó atyák! Mi hosszú ideig hajtogatták, hogy uralkodóink jóságos atyák! Népszálljuk meg, ó, boldogan élünk, népszálljuk meg! És a gyerekek szajkózták a leckét, és hittek benne, ahogy az ember elhiszi, amit újra meg újra hall. És ezt hallották a papoktól is. Irgalommal ölelünk át, minden ember különbségnél. És a papok végignézték a jogtalanságukat, nagyokat hallgattak és mondták. Angliországunk nem a világból való, ettől csupán a vezeklés stációja. Így préselték ki a nincstelenekből utolsó barasaikat is, és így szóltak az éhezőkhez. Szenvedjetek! Szenvedjetek, mint ő a keresztfár! Oh,
hallja ugyanaz, végül hisz benne. És így a nincstelenek beírtik a vérző, megkínzott és megfeszített képét. Önön elesettségű képmásához fohászkodtak, a papok pedig mondták, nyújtsátok kezeteket az ég felé, és törjétek némán a szenvedést, és imádkozzatok kínzóitokért. Mert ima és áldások egyetlen fegyveretek, és tiétek hiszen a paradicsom. Így nyomták le tudatlanságukban őket, nehogy felkeljenek uraik ellen, akik kormányoztak az égi küldetés fénysugarában. Nem tűnhetem. Hogy fest az ilyesmi manapság, amikor ismét kiderült, hogy a nép mennyire szomjazik papi vigaszra? Elnyomásról pedig egyáltalán szó sem lehet ma. Ellenkezőleg. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy enyhítsük a nyomot. Ruhagyűjtény! Levesosztás! És mi magunk is. Nem csak a kormányhatalom kegyét érzi. Ha valaki találva érzi magát tán a publikumból, kérjük, hogy mérgét hűtse le újból. És gondoljon arra örömteli szívvel, hogy pillantásunk csak is a múltba ível. Akkor még más színben láttunk mindent. Ha már persze, mind féljük, tiszteljük az Isten. Mielőtt kimondjuk, mi a rossz, mi a jó... Imádkozzatok! 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 Hozzá! Sátán! Ki vagy a pokolba? Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod! Miként a pokolba? Úgy itt a földön is! Bocsásd meg a mi bűntelenségünket! Szabadíts meg a jótól! Vigyél minket a kísértésbe! Mindenekként! Amen. Az efféle közjáték nálunk elkerülhetetlen, de csak a szenvedés nyilatkozik meg ebben. Hadd említsem meg kellő kárörömmel, hogy akit jobb belátásra bírtak ezzel a vödörrel, egykor apát volt, és jól ismert prédikátor, s itt él most, távol hírneves kolostorától. Ezzel én önöket csak emlékeztetni akartam, hogy az ég és a föld világa mi átláthatatlan. Mielőtt kimondjuk, mi a rossz, mi a jó, meg kell ismerni önmagunkat. Én magamat nem ismerem. Ha úgy hiszem, hogy felfedeztem valamit, már is kételkedem. Igen, én kételkedem. És le kell rombolnom újra. Mert bármit teszünk, csak álomképét tehetjük annak, amit tenni akarunk. És a tapasztalat illékony igazságain túl más igazságra nem lehetünk. Én nem tudom, a hóhér vagyok-e, vagy az áldozat. Hiheszelem a legborzalmasabb kínzásokat, és ha leírom, mind magam szenvedem el. Mindenre képes vagyok, és mindentől elszörnyedek. Így azt is látom, hogy mások hirtelen a felismerhetetlenségig eltorzulnak, és kiszámíthatatlan tettekre ragadtatják magukat. Például a múltkor láttam a Szabómat, egy törékeny művészetbarátot, aki szívesen filozofálgatott velem. Láttam őt, amint habzó szájjal, üvöltve és örjöngve nekirontott egy felfegyverzett, hatalmas svájci testőrnek, és egy doronggal alaptalan csomóvá verte. És láttam őt, amint az elzuhant férfi nyitott mellkasa fölé hajolt, és láttam, amint a még lüktető szívet kitépi és befalja. Kibolyult állat az ember.
Sok ezer éves életem során sok millió gyilkosság bűnészese voltam. Jó. Megtrágyáztam mindenütt a földet az emberi zsigerek kásája. Mi néhányan élünk. Tocsogó hullamocsorokon járunk. Mindenütt a talpunk alá, akárhová lépünk. Kivert fogak, hangvak, hajcsomok, szétvert koponyát. Tébolyult állat vagyok én is. Ketrec, bilincs, nem ér semmit. Kiválom magam minden a falak alól, és trágyalin, csontszirángokon át. Nem ért még véget a játszma, nagy terveim vannak! Ez a viszketés. Ez a láz. Ez a láz. Zúg a koponyám, a bőröm csupa tűz és parázs. Simon, mártsd a kendőt ecetes vízbe, hűtsd a homlokon. Tudom, most minden hírnevet és a nép kegyét is odaadnád pár napi egészségért. Itt ülsz a kádban, akár az anyamék rózsavizében összegörnyedve úszol egyedül a világról alkotott képzeteiddel, melyeknek semmi közük ahhoz, ami odakint zajlik. A valóságban akartál elvegyülni, és a valóság sarokba szorított. Én többé nem bajlódom ezzel! Az én életem a képzelet! A forradalom nem érdekel többé. Téved is! Nyugtalan gondolatokkal még egyetlen falat sem törtek át. Tollal a rendet nem lehet megdönteni. Akárhogy fáradozunk az újért, az először ügyetlen balfogások közt születik meg. Úgy megfertőzött bennünket néhány gondolatmenet, ami nemzedékről nemzedékre szállt, hogy gyakran még a legjobbak sem tudnak magukon segíteni. Mi találtuk fel a forradalmat, de még nem tudunk bánni vele. A konfemben még mindig egyedek ülnek. Becsvágy tüzeli mind. Át akar menteni a múltból valamit. Az egyik egy szép képet, a másik a szeretőit, az egyik malmait, a másik hajógyárait, az egyik hadseregét, a másik meg királyt. És itt tartunk megint. Ráaggatjuk a polgárjogokra a meggazdagolás szent jogát. És látjuk, hogy mindebből mi készül. És virágzást látunk magunk előtt. A kereskedelem és az ipar virágkorát. Páratlan fellendülést. És miközben messzebb kerültünk, mint bármikor a céltól. Némelyek úgy látják, hogy már meg is nyerték a forradalmat. Csak jól! Mér, 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 mér! Könyökük ó, de te mér! Mert az unék a pénz meg a pénz! Mindet mi van, illa!
Kérem, gondoljuk meg, tisztelt közönség, mi hebehúrgya és buta köznénk. Bajba sodorja magát mindig újra, a csapásokból semmit sem okul. Ahelyett, hogy itt ugrál, fejvesztetten, dühötten, hallgatnia kéne ilyen nehéz időkben. És azoknak dolgozni, és azokban bízni, akik önerejükből megint felépítenek valamit. Akár csak önök, hölgyeim és uraim, szívesen járnánk mi is a ma egyesség útjain, melynek eredménye az általános szabadság, ami már szinte meg is valósult manapság. Ja. Hogy jó neveltségét bizonyítsa és nemes érzületét, a szerző szigorú szándéka most, hogy a szép és oly szűzies kordé sarolta, megjelenjék itt Düperri úrral társalogva. K.M. Banhol eltöltötte néhány ifjú évét, kolostorban ápolgatva erényét, ezt az urat ajánlották neki melegen, hogy vigasztalója és tanácsadója legyen. De én vissza a szereppel szerelmet plátói jellegű. Drága Duperi! Na. No. Na! No. Drága Duperi! Mit tehetnénk, hogy megakadályozzuk a veszedelmet? Az utcán mindenütt arról beszélnek, hogy mára legyen a tribún és diktátor. Még készülisködik, de mi tudjuk jól, hogy célja a bomlás és törvényfelenség. Ó, drágosám! Tér vissza Jámbor barátnőid körébe. Élj visszavonultan imáid között, mert azok, akikkel itt találkozol, méltatlanok hozzá. Azt mondod, Mará? De ki ez a Mará? Valami jött, ment korzikai. Bocs, szardiniai. Vagy még inkább zsidó. Ki hallgat ő rá? Csak az utcai csőcselik. Számunkra veszélytelen ez a Mará. Drága Duperi, te csak próbára akarsz tenni engem. De hogy mit kell tennem, én tudom. Utazz csak vissza Káenba, ahol Barbaro és Bűzó feladattal vár. Utazz el még ma is, menekülj! Ne várd meg az estét, amikor már késő. Drágos Árla, itt a helyem. Dehogy is hagyom el a várost, ahogy te vagy. Drága Sarol, itt a helyem. Miért is menekülnék? Miért is menekülnék? Most, amikor már nem tarthat soká. Az angolok már ott vannak Dunkirk és Toulon alatt, a poroszok... Spanyolok. A spanyolok már Roussillont is bevették, Párizst... Mainzot. Mainzot körülzárták a poroszok, Kondéba és Valenciánba az angolok... Osztrákok. Az osztrákok már bevonultak, Vandé a felkelés küszöbén. Nem tarthatják magukat már sokáig. Eljött mentek és fanatikusak. Korlátoltak! És nincs kultúráik! Nem saroltak! Én itt maradok! És kívánom azt a napot, amikor ezt a szót szabadság! Halud marad! Franciaország javát akarja mind, és hazafiságon egymásra licitálnak. Akár van bennünk szép érzék, akár nincs, hajlandó eresni mind a francia becsületért. Ha mérsékelt, ha radikális, mind vért akar. Ezek is, azok is, a langyosak is, a veszettek is Franciaország nagyságában hisznek. Mara, a hazaszeretet e tébolyához mit szólsz? Én ezt a heroizmust rég feladtam. Fütyülök erre a nemzetre. Fütyülök a többi nemzetre is. Vigyázz! Vigyázzak, kérem! Éljen Napóleon és a hon! Éljen a bűnfeles, meg a kétszer! Éljen a forradalom! Éljen
Kicsülök minden szemegmozgalomra! Örökké ugyanaz a körbetopogás! Kicsülök minden jó szándékra, hiszen csak zsákutcába vezet! Kicsülök minden áldozatra, bármi is szent ügyér! Csak magamban hiszek! Én meg csak abban hiszek, amit elállítok. Letaszítottunk egy söpredéket, ami közönösen trónult felettünk. Ártalmatlanná tettünk sokat, és eliszúltak sokan. De azok közül, akik velünk indultak, nem is egy megint a régi tündökléssel szemez. És lassan kiderül, hogy ez a forradalom kereskedők és szatócsok érdekében tört ki. A polgárság az új győztes osztály! Alatta a többség a rövidebbet húzza, mint mindig! Isznak na nézd, új gazdag hajók, forgyolják a papok lehét. Pénzkér húzik, hasonlóan bajnok, szarban húzik, ölik a lehet. Jól hazudtok újságok, s a házban ti képviselők. Csak Hanuka jár a pofátok, csak fintok, és sörvitek a nőt. Forradalom, forradalom, küzdjetek jogaitokért! Ha most nem szerzitek meg, ami kell, várhattok majd egy évszázadot. A forradalom piszkos munkájához jók voltatok nekik, de most pintorgatják az órukat, mert bizottságból bűzletek! Anyának! Alul kell maradnotok! Jó messzire tőlük, hogy látniuk se kelljen! Ott! Együttműködhetnek velük, akár műveletlenül és büdösen is! Keljetek fel! Álljatok elém! Mutassátok meg nekik, király szobának! Ilyesmit elég hallottak. Nekünk, egy új kor polgárainak! Nekünk, akik megteremtjük a fellendülést! Hiszen ez az maga! Ez mégsem megengedhető! Ez volt Jacques Roux, a pap. Új vallást fedezett fel egy pillanat alatt. Összekeveri a szószéket és az utcát. Meggyötört lelkét a gyűlölet kopói nyúzzák. Jó fordulatairól volt híres, mint prédikátor, egészen hatása alá került a hallgatótábor. Itt legyen a paradicsom? Itt tevékenykedjenek? Valóra váltva nem sejtett új rendszereket? Csak azt nem tudja, hogy lehet ezt elérni. Mert cselekedni nehéz. És könnyű beszélni. Követeljük! Elhítsék a nyomort! Nyissák meg a raktárakat! Követeljük! Minden üzem és jár! Legyen a tulajdonunk! Követeljük! Létesítsenek iskolákat a templomokba, hogy végre ott is valami hasznosat terjesztenek! Követeljük, akik a... Követeljük! Kilomáltották! Közvetlenül! Viseljék! Költségeit! Egyszer mindenkorra! Ki kell a háborút és a dicsőséges hadseregek eszméjét írtani! Egyik oldal. Egyik oldal is egy dicsőség.
mindjárt oda, hogy csak feltüzelt és beszart katonákkal. Egyik oldalon sincs dicsőség. Mindkét oldalon csak feltüzelt és beszart katonák állnak. Mind ugyanazt akarják. Nem akarnak a föld alá kerülni, hanem járni akarnak a földön. És nem palábakon. Mara! 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 Bravo, Sakru! Barátcsúhád épp kedvemre való. Mert ez a legokosabb most. Mindig készen állni, elbújni a zsákban, s felbukkanni, ha kedvez a perc, vagy ismét gyorsan lelépni, ha kell. A csuhád Sakru. Pompás mimikri. Mara! Itt a te időd! Mara, mutatkozz csak fel, hát várunk! Mara! Ma kell lesz nekik, hogy szenvedj értük, és az urnát poroiddal a Pantheonba helyezik. De holnap eljönnek, és darabokra törik az urnát. Azt mondják, Mara! Ki volt ez a Mara? Mara, most elmondom neked, mit gondolok erről a forradalomról, amelyből magam is kivettem a részem. Akkoriban, amikor a Bastille fogja voltam, már feljegyeztem téziseimet. Úgy gyötörtem ki magamból ostorcsapásaim alatt, mert gyűlöltem, ami én vagyok. És gyűlöltem gondolkodásom korlátait. Ezért meghagytam, hogy kötözzenek le, és ne kíméljenek. És én most is szeretnék valakit kiválasztani. Ezt a szépet itt, ki oly várakozóan áll, és szeretném megkérni, hogy üssön! Amíg vallok neked a forradalomról. Először lehetőséget láttam a forradalomban egy mértéktelen bosszú műre, egy orgiára, melyel az antik álmok sem vetekedhetnek. De aztán láttam, amikor a tárgyalóteremben ültem, nem vádlottként, ahogy szoktam, hanem mint bíró, hogy képtelen vagyok az elfogottakat hóhérkézre adni. Na! Mindent elkövettem, hogy felmentsem őket, megmeneküljenek. Láttam, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy jöjjek. Holott ez volt a végső lehetőség. És akkor a nagy esély előtt én beégett a gyomrom. Szeptemberben a tisztogatási akciók során a karmeliták kolostorában hirtelen összegörnyedtem az udvaron. Hány nap kellett, hogy láttam, mennyire beváltak jóslataim. És hogy láttam szaladgáló asszonyokat, férfiak levágott nemi szervét szorongatva véres kezükben. És a következő hónapokban, ahogy a kordék rakományukkal odagördültek a kivégzőhelyre, menetrendszerűen lehult a bárd, majd felmondták, és újra lehult. Értelmetlenné vált ez a megtorlás. Ez a megtorlás már gépies volt. Elfásult embertelenség. Sajátos technokrácia. És most már. Most már látom, hogy hová vezet. Hogy mi ez a forradalom. Az egyén elsorvasztása, lassú beleolvadás az egyformaságba, az ítélő képesség elhalása, önmagunk megtagadása, halálos elgyengülés egy állam alatt, melynek formája végtelen távolra került az egyes embertől, és megfoghatatlan. Én azért elfordulok, nem tartozom többé senkihez. Én kilépek a színjátékból. Én már csak néző vagyok, aki semmibe be nem avatkozik.
Én figyelek, és amit megfigyeltem, elraktározom. És körül áraszt a csend. És ha eltűnök, szeretnék minden nyomot eltörölni magam mögött. Simon, miért lett olyan homályos minden? Adj friss borogatást a fejemre! Hol vannak a jegyzeteim? Az előbb itt voltak még! Vannak. Hol a tollam? Hol a tintatartóm? Itt van a toll, Jean-Paul. Itt a tintatartó, minden a helyén. Simon, miért lett olyan sötét minden? Csak egy felhő volt. Az árnyéka, vagy a füst. A hullákat elégetik manapság. Eddig csak nyomorúság tört föl. Nézzük az életet most derűsebb látszögből. Mert bár az egyik lázas, a másikat korbácsolják, a szerelem ezután is nyájasan ragyog ránk. Nem csak gyűlölség létezik, nem csak a bánat, az életben az ember sok nemes lelkűséget is találhat. Nézzétek-e párt! Hogy egymást ölelik át, e lány jól látott hajzuhatagát, eme érdekes sápadságú arcot, e két könyvmosta szemet esztit meg aztot, eme érzék ilyen duzzadt ajkat a kecses varázssal, esztit, aki nem takarékoskodik a cirógatással. Ki természetes kellemmel mozog, közben a szíve nagy szenvedéllyel lobog. Eljön az idő.
megnyomorítása nélkül az egyenlőség alapján valóra váltva a testvériség eszmét, a magát kormányzó szabad közösség szavazati joga rendelkező egyenjogú tagjaként. Az erény lesz majd az Úr, és az élen járó fiam, majd vigyáznak mi ránk, mi ránk. Eljön az idő, időn a legkiválóbb férfiak szövetségbe fornak össze, hogy felszabadítsák a még öntudatlan, de minden jóra és szépre fogékony népet. A tudatlanság, a szegénység, a terror és a különféle buzító eszmáromatok sok ezer éve nyomorító rettenetesig álljanod. Eljő egy társadalmi rend, ahol minden embert véd a jog, és védheti maga magát. Eljő az idő, időn az alkotmány az ember természet adott egyenlőtlenségét a társadalmi szerződésen alapuló magasabb rendű együttélési formáknak veti alá, minek következtében megvalósul a törvény előtti egyenlőség, és így az eszményi állam önmagától létrejön. Ezek a közkézen forgó hazugságok az eszményi államról. Mintha a gazdagok bármikor készen álltak volna önként megválni a vagyonuktól. És ha szorul a hurok, és kénytelenek engedni itt-ott, csak azért engednek, mert tudják, hogy megint csak nyerhetnek ezzel is. Ne higgyétek soha, hogy erőszak nélkül ki lehet fogni rajtuk. Ne hagyjátok becsapni magatokat, amikor azt mondják, hogy most már jobbak az állapotok. Vagy ha a nyomort nem látjátok már, mert átveszelték, és a pénzt kerestek, és venni tudtok érte valamit, ne higgyetek nekik. Ne higgyetek nekik, a nyájasan vállon veregetnek! Azt mondják, a különbségek szóra sem érdemesek már, és nincs ok többé viszályra, mert akkor vannak a helyzet magaslaták. Vigyázzatok, mert miért úgy akarják, valamennyiöteket háborúba küldenek! Éppen ők! Úgy gyorsan halad előre, hogy a fegyverek mindig ütőképesebbek, hát tömegben pusztítanak el benneteket! Én mindig hiszem, hogy az igazság megvalósítható, és mindenki egyforma képességekkel születik. Még mindig hiszem, hogy minden ember minden helyen ugyanannyit ér, és senki sem akarja magát összemérni mással. Hogy is mondja a nóta? Az egyiknek pálinka főzője híres. A másik váratlan drága bővíves. Ennél a legritkább rózsafajta ragyog rá. Annál egy bársony költemény a nadrág. Az egyik művész ilyen kezeli a bárdot, a másiknál altestileg jobbat nem találjuk. Azt hiszed, boldoggá tudnád tenni őket, ha mindjárt alig, hogy elindultak, az egyenlőség falába vered az orrukat? Hát azt hiszed, hogy létezne haladás, ha mindenki egy kis részecske volna csupán egy roppant láncolatban? Még mindig hiszed, hogy az emberek egyesíthetők? Amikor látod, hogy a kevesek, akik az egyetértés jegyével indultak, már hajba kaptak, és csipcsuk dolgokért, halálos ellenségek már is. Nem csipcsuk dolgokért! Az alkárdért folyik a harc! A forradalom természetéhez tartozik, hogy a pipogyákat, a csak rokon szervezőket ki kell közösítenek. Számunkra nincs más lehetőség, mint földig rombolni mindent!
várul, hogy iszonyodnak ettől azok, akik moráljuk védőköpenyébe burkolóznak. Hallgassátok csak! Hallgassátok a falakon át! Hogyan kocsikodnak és imbrikálnak! Nézzétek őket! Nézzétek, hogyan lapulnak mindenfelé! Ugrásra készen a itt az idő! Nézzétek! Magyarázatot adjatok, hisz én is hazak vagyok! Őszintén érdekelne, hogy engem kiszart-e! Mindenki azt ígérte, a szenvedésnek vége! Most már kimondja meg, mit tőztek ki ezek? A királynak, a királynak, a papoknak, a királynak, a királynak, a királynak, a Mire, kérem alásom! Hadd fűzzük el sebesen, nem boldogít minket szemernyire sem az efféle visszaélések özöne, mikhez korunknak persze semmi köze. Úgy vélik, akkor ne is szóljunk többet? Mi csak azt akarjuk megmutatni önöknek, hogy tán fenyegetne minket is ilyen gyors csőd, ha nem adta volna nekünk a sors, őt, ki az efféle jövendőlésekkel végzett, és minden egységbontást elintézett. Közülünk immár senki sem vágyna az imént említett perspektívákra, és ezért áll ide Kordé már is, hogy elhallgasson végre ez a mará is. Igen? Azért jöttem, hogy átadjam ezt a levelet, melyben ismételten kérem, bocsássanak Mára elé, boldogtalan vagyok, segítségére jogom van, segítségére jogom van. Simon, ki volt az? Egy lány volt! Káenből levelet hozott, kérem! Nem engedek a senkit! Hát egy bajba konornak mindegyik a maga bajával! Mint a más dolgok nem is lenne ügyvédjük, orvosunk, gyógytatójuk még! Elkuserált üzletek! Házastársi konfliktusok! Családi bajok! Így van ez, Mara. Számukra ez a forradalom. Hája fogunk és ki akarnák húzatni. Ha odakoznált a levesük, izgatottan jobb levest követelnek. Az egyiknek túl apró a férje, és hosszabbat akar. A másik cipője szorít, s a szomszédé úgy látja, passzentosan. A költőnök egy hia vers nem jut eszébe, rémülten hajszol új gondolatokat. A horgász horga csak ázik a vízben, és háborog. Miért nem harap a hal? Így jutnak el a forradalomhoz, és azt hiszik, mindezt megadja neki. Halad, cipőt, költemény, új férjet, új asszony, és megrohanják az erődöket. Azután itt állunk. És minden olyan, mint az előtt. Kozmás a leves, pocsék a költemény, a parter az ágyban büdös és elnyűjt, s minden heroizmusunkat, mely bennünket a kloakába hajtott, oda tűzhetjük a kalapunk mellé, ha ugyan van még kalapunk. Jaj, vén Mára, elér a vég, mit ér most a tudás meg a bölcsesség? Ha orvos vagy, ha kémikus, a könyvtéged nem óvett logikus. Jaj, én barát, elérnek ő, hogy szúrja a vére a házad előtt. Jaj, én barát, csak rá ne várj, de benned bízunk, hát jól vigyázz. Jaj, 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 szállj, jaj, jaj,
Hogy felépítsék új birodalmukat. Franciaországról kiáltoznak, és a haza nagyságáról, de a nagyság előtt eltörpültök majd, mert az fütyül rátok. Vigyázzak, már jönnek! Igen, látom őket! Hallom őket! Hallgassák meg most, urak és hölgyek, amit majd amazok örömest közölnek róla, mielőtt végképp a sírba lökjük őt. Most őfelé fordítsák fülüket, ki kezdettől fogva ismeri az ügyet. Első perctől körül szagolta ő, mivel a méhéből mászott elő. És ha leköptem, állt, mint a cseveg, jéghidegen. Igen, láttam titeket! Gyűlölt apám, gyűlölt anyám! Miféle csónakban ringatóztok? Láttam titeket, hallott titeket, mit nevettek olyan iszonyúan? Halljuk a kedves városkából a tanférfiút, akitől ez itt betületést tanul. Ez a Mara már gyerekkorában csoportosan egymásra úszította üvöltő játszótársait. Kapárdokkal csípelték egymást, már akkor folyt a vér. Fogjukat ejtettek, megkínozták őket, nem tudta senki, mire megy a játék, leírod százszor! Majd a dírásakból lázas vagy! Nem vagyok lázas. Tisztán látom már, micsoda figurák voltak ezek a kezdet kezdetén. Látom, hogy 5 éves korában így üvöltözött! Amit a tanító tud, tudom én is, és még többet is tudok nála. 15 éves koromra lepipálom az egyetemeket, és kiütök a nyeletből minden professzort. 20 éves koromra minden szellemi nagyság a lábomra lehever. Ezt üvöltözte! Úgy kíván! Úgy igaz, ahogy itt állok! Bizony! Simon, hol vannak a régi kéziratai? Potoszki kalandjai, a lengyel levelek? Hadd már le dolgokat! Romlásba döntenek! Hadd lássam őket, keresd meg! Hozd ide! Egy naplomó fiskálmányra! 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 Egy naplomó kutatásaiban nem ment semmire. Egy pillesztásnak kapóra jött a forradalom. És átérgett az elnyomottatod, és lépbarátnak mondta magát. De nem a népre gondolt. Hanem hogy ő milyen elnyomott. Nem a népre gondolt. Hanem hogy ő milyen fajtájunknak, aki mindenfelől feszegetni meri a korlátokat, tágítani és áttörni. Világosságot akartál, ezért jutottál el a forradalomig, mert felismerted, hogy mindenek előtt a viszonyok alapvető megváltoztatását kell elérni. És hogy a változások nélkül mindaz, aminek neki kezdtünk, meddő marad,
pedig, mivel nincs messze már a vége, az események gyorsan pergő idejébe könnyebbségül illesszünk hát egy más időelemet, mintha mindez csupán színleg történne meg, és csak játszanánk egy színi előadás alatt, s mintha a vég, amely felé minden halad, egyéni óhajok s vágyak szerint még megváltoztatható s feltartóztatható lehetne mindig. Örüljünk hát a jelennek, mert ma élni szép. A szünetben pedig fontoljuk meg az ő helyzetét, akit önök kávétól vagy sörtől felvidulva itt találnak majd a kádban. Higgyék el! Újra! Polgártársak, nemzetgyűlési képviselők. Hazánk veszélyben! Egész Európából hadseregek törtek be határainkon, üzérek vezérletével, akik meg akarnak bennünket folytani, és már a zsákmány felosztásában rakodnak. És mit csinálunk mi? Hadügyminiszterünk, kinek erényében és tisztességében nem kételkedtetek soha, a hadaink ellátására szolgáló gabonát saját zsebére külföldön adta el. Ott jól jön most a velünk szemben álló serege. Hadvezérünk Dumouriez, akitől rég óva innen a nemzetet, és akit nemrég hősként ünnepeltek még, átfutott az ellenség táborán. Tábornokai nagyobbik fel az emigránsokkal szimpatizál, és csak a napra várnak, amikor közös üzleteiket újra kezdhetik. Pénzügyi bizalmasunk, a sokat dicsért Kampan úr, hamis értékpapírok útján vagyont vág zsebre, miközben bankó kibocsátásával égig növeli az infláció. És hallom, hogy a mi élelmes bankárunk Perizső ezt követő az angolokkal és Trezor pincéi mélyén kémközpontot vezet ellenük. Hozatlanság! Egy érdemes férfiú van szemben, aki a becsületrend lovagja, s ezt a francia bank elnökévé nevezett ki Napóleon. A nép nem tudja a kenyér uzsora árát megfizetni. Katonáink rongyokban járnak. Az ellenforradalmárok kirobbantották az új polgárháborút. És mit leszünk mi? Mindeddig az egyházi birtokokból semmit sem kaptak a nincstereknek. Pedig már évekkel ezelőtt javasoltam, hogy parcellázzuk szét a földet. Adjunk oda szerszámokat, meg vetőmagot. Úgy szintén, hol vannak a kollektív üzemek, melyeket az egykori kolostorokban és kúriákban kellett volna létesítenünk, akinek munkajut, alkuszoknak és üzérkedőknek robotol. Polgártársak, azok miatt harcoltunk a szabadságért, akik most újra kizsákmányolnak minket. Hazánk veszélyben. Franciaországról beszélünk. De kié Franciaország? Szabadságról beszélünk! De ki a szabadság? Nemzetgyűlési képviselők! Hát sosem szabadultok meg a múlttól! Sosem fogjátok megérteni, miféle átalakulásba keveredtetek! Miért nincs több ezer helye konventteremben, hogy aki csak akarja, hallhatná, mi folyik itt! Megnyúzítod az emberek! Nézzetek körül, mifélék ülnek a karzat! Szövőnők! Házmesternék, mosóasszonyok. És kik támogattak? Naplopók, helyék, paraziták,
utcai csavargó, kávéházi lebzsely. Ennyire a pénzünk! Szökött bolondok, szabadult fegyencek! Ezekkel akarottál az országot vezetni? Hazudsz! Hazudtok! Gyűlölitek a népet! Gyűlölitek a népet! A népről mindig is úgy fogtok beszélni, mint durva és alaptalan tömegről. Mert távol éltek tőle. Belesodrottatok a forradalomba, de alapfogalmait sem ismeritek. Még mindig utánozni akarjátok a púderes gazembereket. Fogalfogat! Ma 1808-at írunk. És a császár régen rehabilitált azokat, akiket ti belegyugoltatok a csárba. És így tovább. Ilyen az egész banda. Szükségünk van végre egy igazi népképviselőre, aki megvesztegethetetlen, akiben megbízhatunk. Most felbomlás van, Iska, és ez jó. Ez a legelső állomás. Most a második állomás a cél. Választhatok valakit, aki megvédi a nép érdekét. Merre áll, diktátor! Diktátor, töröltessék ki a szót! Gyűlölök mindent, ami a régi mestereket és patriarkákat idézi. Én vezetőről beszélek, aki a válságos... Tilkos! Raj, tilkos! Mi nem gyilkolunk, hanem ölünk! Önvédelemből! Csak harcolunk az életünkért! Polgártársak! Nemzetgyűlési képviselők! Halljátok, mi történik itt! Hát egyesüljetek! Jacques Roux ellenében kezdenő gyilkosság gyanúja miatt elfogadó parancsot adtak! Az ellenséget leti porni! Most kell! Hajasságai és erkölcstelensége miatt nem kapott állást! Kénytelen volt egy másik egyházmegyébe menekülni, ahol egy tekintélyes pártfogó olyan révén Kálpának nevezték ki, de viselkedési nincs sem változtatott. Az ellenséget pedig borni! Most kell! Rangban fogták, hogy mint tettes, bűnrészes, vagy más hozzáson robotmunknak felbújtója, a legsúlyosabb bűnügyekbe keveredett. Ekkor kénytelen volt innen is elmenekülni. Ártalmatlan már pedig! Mert a győznek! A felsoró tények valódisága kétségen felül áll! Mert a győznek! Akkor ők egyet se kivének közületek! Mindaz, amit elértünk, elvettel! Mára! 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 Találnak majd valakit, akire rásózhatnak mindent, majd elnevezik vérszomjas szörnyetegnek, aki bevonulhat a történelembe e néven. Mara! Álva Mara a kádban ül, a végzetejű kegyetlenül. Kúszik, már kúszik felé a vég, ha bár a padon kordészunjad még. Hát ha álmodi édesen, és grófok kösség áll az ő gyepen, alszik, csak alszik a te helyed, és te megúszod a végzeted. Ó, Mara, innen légyével, vigyázz közelít a húsére. Drága Mara, most jól vigyázz, mert fenyeget pici kéz, nagy láz! Miféle kopogás ez, Simon? Simon! Simon! Add föl, Mara!
Te magad mondtad, Irka firkával mit sem lehet elérni. Én is rég lemondtam már főművemről. 30 méter hosszú papírtekercset írtam tele sűrűn, apró betűkkel a börtönben Hajdan. Eltűnt, amikor lerombolták a Bastille. Eltűnt, ahogyan eltűnik minden írott szó. Ahogyan minden terv és gondolat eltűnik. Mara, nézd rám! Rám nézd, Mara! Mara, micsoda sanyarú életed volt ebben a kádban? Másra nem volt időm, csak a munkára! 7 nappal tettem, mégsem volt elég! Ha valami visszaélésnek utána nyomoztam, nyomban szerte ágazott! Bárhova nyúltam, burjánzás lettem mindenütt! Ha írtam, így írtam, örökös lábban! 3 hónapon keresztül napi 21 órában, aztán 2 évig feküdtem idegrohamban, miközben benyújtott kéziratomat elsikasztották. Ez már belejár. Mindig lesben álltak, hogy tételeimet nyakon csipjék, megrágalmazzák, lefegyverezzék. A helyszínre elkészült egy röplapon, szöknöm kellett a hátsó kiáraton, és még ma is várom, hogy ajtomon kopogjanak. Várom, hogy mellem meg szüröm, hogy szegetődik. Mire valók a kiáltványok? Már késő, Mara! Felejtsd el a kiáltványodat, csupa hazugság! Mit akarsz még a forradalomtól? Hová vezessen? Milyen parancsot adnál nekik? Hová akarnád őket vezetni? Milyen parancsot adnál még nekik? Egykor azt mondtuk, a felsőbbség kezében a törvény a kormányzásnak csak eszköze lesz. És most? Azt akarod, hogy a fejed fölött döntsön valaki? Hogy megítélje, amit leírtál? És ilyen munkára vagy abonyanra kényszerítsen? És új szabályokat írjon elő, újra meg újra, míg elszajkózod még álmodban is? Miért lett olyan homályos minden? Akármit mondtam, átgondolt és igaz volt. Pontosan talált minden élet. Miért kételkedem most? Miért csak most minden olyan hamis? Azonnal megkeszervezünk az általános állambiztonság és általános védelmi bizottságot. Teljes titoktartás mellett dolgoznak. A bizottság minden eszközt igénybe vett, hogy az állambiztonságát megvédje. Tevékenység a gyanús személyek letartóztatásáig és papírjaik lefoglalásáig terjed. Mindkét bizottság ellenőrzi az emigránsok vázadók, gyanús vagy áruló tiszteként civilek hozzátartozói, feleségeit és gyermekeit, és kötelezi őket, hogy elfogadják tűzként fogvatartott rokonaikat. Évtizámát azért kell kiüntemelniük, hogy önként a létfelügyáltalán helyezzük magukat. Kordé! Sándor Kordé! A nagy perc előtt most az alvásra nincs idő. Sándor Kordé, kelj fel tehát! Ragadd meg tőröd markolatát! Sándor Kordé, hisz tudod, mit mondtak neked? Az örök létben nem sokára alhatsz eleget. Most már tudom, milyen a pillanat, amikor a testről leválik a fej. Az a pillanat, a hátrakötött kéz, az összekötött lábak, a puszta nyak, a lenyírt haja deszkán. Az a pillanat a felvont bár csúgása, melynek ferde éléről a vér csöpög még. Az a pillanat a fémigába szorított fej, míg a szem letekint a lucskos kosárba, és akkor zuhanás megy ketté szel engem. Azt mondják, hogy a fej, amikor a hóhér magasra emeli, még él. Látta szeme, mozog a nyelve, és még ráng a kar meg a lábad alá. Az álmaid fájnak. Ébredj fel, Sárlott, nézd a fákat. Nézd az alkonyat, bíboletes. Ilyesmi, ne rágódj tovább. Élvezd, hogy körülleng a nyári meleg, és pihenteti Szűzi és Kevrede. Mit rejtesz itt? Egy tör? Dobd el hamar! Drága szép Sárlottom, végzett vestártatlan, szép fejed csikoltva a fűrészporba, hogyha el nem indult, megúr téged a nép. Mennyi beszél, hagy magamra, kihívtam sorsomat, nagy tetszet kell végre hajtanom. Jöjj velem, nem tudom, hol először láttam.
ájtatos szépen, kivágott ruhában, mint egy látomást, vár az élet. De rám halál már, a búcsú börtöneibe belezsúfolták barátainkat. Álmomban én bent jártam náluk. Összetorlódva állnak ott, és hallgatják a réseken át, ahogy az őrök a kivégzésükről beszélnek. Lista szerint viszik el. Ott álltam velük, és arra vártunk, hogy mikor olvassák a nevünket. Utazzunk el együtt még ma este. Micsoda város ez. Micsoda utca. Mindet kieszelte ki, és kinek van haszna belőle? Árusokat láttam. Minden utcasarkon árulták a kis giotinokat. Picike bárjuk éles, és a festett vízzel töltött babák nyakából vörös vérfröccsen. Miféle gyerek az, aki érti játék szakszerű kezelését? És az ítéleteket ki hozza meg? Az ítéleteket ki mondja ki? Mit akarsz a küzöbödöt? Tudod, te ki lakik itt? Ő, aki miatt te városba jött. Mit akarsz tőle? Fordulj vissza, Sáron. Feladatomban teljesítenem kell, menj és hagyj magamra. Most láthatják. Mint lép elő harmadízben ez a nő, ki kordét játsz ebben a teremben, hogy Mára ajtajánál teremjen. A lába előtt az ott Duperré. Arcát búcsúkönyvben megfürdeti. Láthatják, hogy kínját kordé nem csitítja, és tettétől semmi se tarthatja vissza. Mert... Változtathatatlan! Ami már végbe ment egyszer. Bárhogy is szeretnél másképp látni az embert. Nem! Nem! Igazam van, és még egyszer kimondom! Várjál! Vitél minden pamflet és beszéd ő ellene. Itt áll és felét tart, hogy csókoljon és átöleljen. Marad, egy virgó intakta áll előtt. És felajánlkozik. Nézd, hogy mosolyog, hogy ragyognak a fogai, hogy veti félre a hajsörényét. Mára hagyd abba, ne törődj mással, most, hogy ide jött hozzád, nem létezik más, csak ez a test. Lásd, itt van előtted, mellem esztelen, könnyű kendő arattán kést rejteget, hogy a szerelmi játékot csigázza. Egy lány, egy vidéki kolostor sivatagából. Képzel csak el, ahogy ezek a lányok a kemény deszkán feküsznek, daróc ingben, és a mezők lágy levegője beárad rácsos ablakukon. Képzel csak el, hogy ott fekszenek nyirkos ágyékkal, nyirkos kebellel, és azokra gondolnak, akik az életet intézik odakint. És megunván a zárda reteszeit, megérezte az új idők szeleit, elkapta őt is az átalakulás. Fellángolt benne a forradalmi láz, mert mit ér az egész forradalom, ha nincs benne általános bujálkodalom? Nem, már közel nincs más, csak ez a test, mely feléd tart. Mara, a börtönben töltött éveim alatt az első fogságom 13 év, 45 nap volt, a második fogságom 7 év, 99 nap, a mai napig 1808. július 13-áig összesen 20 év, 144 napot töltöttem börtönben, Mara! 20 év! Ez alatt megtanultam, hogy ez a világ csupa test, és minden testben félelmetes erők buzognak. Magányos mind, és a saját nyugtalansága gyötri. E magányosságban, falak kőtengerében szakadatlanul hallom az ajtak és suttogását. Éreztem szakadatlanul tenyeremen és testem minden pontján a bőrömön e puha érintéseket. 13 retesz mögé bezárva lábaim láncban, szakadatlanul erről az egyetlen másikról álmodoztam. Tomboló féltékenység és roppant meditációk álma volt ez. Nem tudtam másra gondolni,
csak ezekre a testnyílásokra, melyek arra valók, hogy belévessük magunkat, és elmerüljünk. Mara, belsőnek ezek a tömlöcei gyötrelmesebbek, mint a legmélyebb pincebörtön. És amíg ez meg nem nyittatik, minden felkeréstek csak fegyenclázolás marad, amit levernek megvesztegetett rabtársaink. Mert mit ér az egész forradalom, ha nincs benne általános bujálkodalom? Átadtad a levelet, amit küldtem? Engedj be, létfontosságú ügyben. Mi folyik KM-ban, arról kell tudósítanom őt, életére törnek az összeesküvők. Simon, ki van oda? Simon! Ki van odakint? Kár lány. Engedd be hozzám. Mara, el akarom sorolni hőseim nevét, és ez mégsem árulás, hiszen halotthoz beszélek. Beszélj hangosabban. Nem értelek, gyere közelebb. Neveket mondok, Mara. A KM-i összeesküvők nevét. Le kell mondanunk végre a vélemények és a sajtó korlátlan szabadságának hamis elképzeléseiről, és könyörtelen szigorral kell fellépnünk minden csibész ellen, aki szóban és írásban az ellenforradalom ügyét támogatja. Íme, bárbár úr. Igen, a vélemény nyilvánítás szabadságát semmi sem gátolhatja, ha az a vélemény a hazajavát szolgálja, és nem a pusztulását. És Bűzó? Aki jót akar tenni, annak számára korlátlan a szabadság. Aki rosszat, annak nem jár a szabadság. És Pétion? Ugyanezokból ellenőrizni kell a postaforgalmat is, hogy semmiféle veszedelmes iratot ne továbbíthassanak. És Luvé? Mindeddig teljesen a mi felfogást követtünk etéren, és politikánk méltó volt a bolondok házának lakóihoz. És Bűzó? Van olyan ország a földön, ahol le ne fognák és meg ne büntetnék a fennálló felforgatóit. És Vernyó? És Gadé? És Jansson? Ki vagy te? Én vagyok Mara, de nem fogsz látni Mara, mert halott vagy. 1793. július 13-án vasárnap Jean-Paul Mara. Tessék! Csodáljuk meg most szádulban a művészi dramaturgus. Szokása szerint beiktatott egy interruptust. Ennek során Marának végső perce előtt
el kell tűrnie, hogy kioktassuk őt. Mi jön utána, míg ő a földben pihen? Mi ott lenn? Tudjátok már valamennyien. Győzött végre a nép! Minden gyönyörű szép! Drága jó, nyakkiló, áldja szennem egy millió, nélküled is felé! Nagy káosz lenne a nép! Nézd fordj én, üdv felé! Két kis kocsival jön felé, Danton és Oxfier! Később jöttek el! Zsákrú is erre jár, hogy ne csokkom én te bár. Mennyi a rángó, nincs a terve szó. Egyre ment, mit dumál, söppén válj a kis kocsár. Rána jó jönnén, által tűnik a nén. Felhoztak a tisztulás, kantva vérbeli nagy mosás. És a néhat mondom végre lát. Marán, de szép a tűn. Az oldalán vállaltuk érte a bőrcsapás, de én más és te meg itt csak más. Itt van az állam erős, másoknak el van a hős, nálunk már úr a jog, ám de mennyire vitt meg a szív, jönnek a jó katonák, marsalok és a vakán. Mindazért ért meg ők, hogy végre szabad legyen újra a föl, sokkal szép tudás. Hősi pályaklás, lesz egy ilyen kacuhát, így a parasztul házat lát. Legyen ő érdelen, ó, legfőbb hadvezető, á, génius, ő vezér, jó barabát, ez a vételén, ő a látom a teljes földetén. Ezt a nép tudja már, és a kóra is lesz át, én ne érnek, amit ő a lát. Téged már, de téged már ráhúzni, ősi halál. Első Ausztria volt, úgy a korba hajó. Tengeren kell át, láttunk párokat múmiát. Sírt a sok fazaniszt, látva a sok piramist. Németek, lengyelek, mind kinyúlva fekszelnek. Mennyit ment ez a láb? Látta Itáliát! Európán nem úra múlt, Napóleon által felszabadult, császár már a vezér, minden néphez elér. Angol, szkót és orosz, hogy a jövő nem lesz gond. Felvilágosult korban élünk. Múltba vetett pillantás után újra térünk vissza a kevésbé zaklatott jelenbe. Melyben, ha nem is teljes nyugalmat lelve, mégis bizalommal várjuk, mit hoz a holnap, hová, hogy úgy mondjam, a gondok át nem hatol. Más időket élünk. A körülmények ma más. Nincsenek elnyomók, nincsenek bukások.
Ráléptünk az újjáépítés ösvényeire. Van kenyerünk, és van szemünk télire. És bár van háborunk is, nem baj. Hiszen ami előttünk ragyog, az mégiscsak a végső győzelem. Jaj.